Sziasztok, Neo vagyok, és nem sokára lesz ez a Online Video Star Festival, OVS Fest, és ezzel kapcsolatban van egy ilyen aprócska kérdésem. Szerintetek ki számít sztárnak? Mármint, hogy milyen definícióval határoznátok meg a sztár fogalmát? Szerintetek mi jelenti a sztárságot? Vegyük itt ezeket az embereket, akik nyilvánvalóan meg fognak jelenni. Most minden előítélet nélkül nem fogok egyikről sem véleményt nyilvánítani, sem pedig bármilyen megjegyzést tenni rájuk. Mitől számítanak ezek az emberek sztárnak? Nem mondom, hogy nem sztárok, de mitől mondjuk azt, hogy ezek sztárok? Mi az, amit letettek az asztalra, és azt mondhatjuk rájuk, hogy igen, ez olyan kiemelkedő alkotás volt, amit más ember nem tudott volna megcsinálni. Olyan egyedi dolgokat gyártanak, olyan egyedi dolgokat csinálnak, ami olyasmire inspirálja az embert, hogy kitűnjön a többiek közül. Mert nyilvánvalóan a sztároknak nem önmaguk miatt kell, hogy sztárnak legyenek, hanem egyfajta példaként is kell, hogy szolgáljanak, szerintem, ez csak az én véleményem. Engem például a Bad Movies motivált arra, hogy videózással foglalkozzak. Sajnálatos módon néhány videóm eléggé hasonlít a Bad Movies-os munkákra, és ez bizony annak köszönhető, hogy a srácok összes videóját láttam, nem is egyszer. Bevallom, engem a Bad Movies motivált arra, hogy elkezdjek videózással és filmekkel foglalkozni. Én a Bad Movies-os srácokat tartom sztárnak. Hogy miért? Azért, mert minőségi munkát csinálnak, azért, mert gyakorlatilag nem áll mögöttük senki a közösségen kívül, aki támogatná őket, és még így is viszik tovább a műsort. A tartalom változatlan maradt, mindig van némi humor benne, de alapvetően a videó fő forrás eleme az információ és az adott filmnek az élménye. És sosem dől el a humor az információnak a rovására. Tehát sosem kapsz kevesebb információt azért, mert van benne egy-két poén. És ez nagyon fontos. Nekem a videónak mindig az informatív része fog meg igazán, és aztán a humor. A humor az csak ilyen plusz dolog, ami miatt nézem a videót. De én szeretem magát az információt is, sőt, jobban szeretem, mint a humort. És vannak egyes videósok, ahol a humor jobban dominál, mint maga az információs tartalom. Nyilvánvalóan ennek az az oka, hogy több tömeget vonzanak be, de ezeket az embereket én nem nevezném sztárnak. Mert elsődleges szempontnak kell lennie annak a videósnak, aki gyártja az adott tartalmat, hogy a lehető legtöbb információt szolgáltassa az adott témáról, amiről a videót készít. Ez lehet, hogy nagyon alap dolognak tűnik, de nekem mégsem annyira az, amikor nézem ezeket a videózó embereket, most nem pont ezekről van szó, akik itt a slide-ba mennek, most nyilvánvalóan összesítve mondom, ahogy kitérünk ezekre az online videósztárokra is majd később. Szóval ezek az emberek általában, akik YouTube-oznak, kevesebb információval dolgoznak és több humorral. És ez most lehet, hogy valaki azt mondja majd, hogy nem baj, mert valaki csak nevetni akar egy adott videón, de őszintén szólva kicsit kezd elegem lenni abból, hogy sok a marháskodás és kevés az informatív része a videóknak. Akkor mi értelme megnézni? Megnézek egy Ezred Rangú csatornát, mert abban is van egy humorforrás. Nyilván itt lehetne vitatni a humorforrásnak a mi értékét, meg a minőségét, de erre nincsen szükség most, nem ez a téma, hanem hogy mi miatt tekintünk sztárnak valakit, és mi az a produktum, ami mi a sztárnak nevezhetjük. Most mondhatnátok azt, hogy esetleg a feliratkozók száma és a nézettség száma az, ami erősen eldönti, hogy ki jelenti ma Magyarországon a sztár fogalmát. Tehát ha én mondjuk körbehányom a parlamentet, és utána azt mondom, hogy leütötte, mint a büdös szart, éljen Erdei, és ezt valaki feltölti videóként YouTube-ra, akkor valószínűleg szerzek egy pár százezres nézettséget, plusz annak a csatornának feliratkozókat, akik ezt felvették és feltöltötték YouTube-ra. De ez nem jelenti azt, hogy én ettől sztárnak számítok, vagy számítanék, mert ugye ez feltételes mód, nyilvánvalóan nem fogom körbehányni a parlamentet és részegen azt üvölteni, hogy leütöttem, mint a büdös szart, éljen Erdei! Itt arról van szó, hogy meg kell határoznunk, hogy mi az,
ami a sztárságot definiálja, mi az, ami sztárságot jelenti, és abból elindulhatunk valamerre, és abból bizonyos értékrendet állíthatunk fel, és az értékrend szerint kiállíthatunk különleges embereket. Ha engem kérdeztek, vannak olyan videósok, akik nem illenek ebbe az OVS fesztiválba. Természetesen én ezt nem fogom elárulni, hogy melyek azok a videósok, hiszen ez olyan vitákat generálna, amire nekem nincsen szükségem. Én csak azt mondom, hogy pár embernél indokolatlan a sztárjelző, és ebből az okból indokolatlan a meghívásuk is erre a rendezvényre. Persze ugyanúgy elmehetnek a rendezvényre, senki nem tiltja meg, de akkor fizessenek belépőjegyet úgy, mint bárki más. És ezt azért mondom, mert akkor szerintem ennyi erővel meghívhatták volna az összes videóst, akit esetleg ő sztárnak vélnek. Mert nyilvánvalóan a sztárnak a definiálása teljesen egyedi dolog. Hogy ki és mikor tartja az adott ember sztárnak, az sok mindentől függ. Függ attól, hogy milyen kedve van, függ attól, hogy az adott videó milyen benyomást tett rá, függ attól, hogy milyen pályát fut be az adott ember. Nyilvánvalóan neked is más jelent a sztárság fogalma, meg nekem is, és mást jelent számodra az adott embernek a sztársági státusza, mint nekem. Lehet, hogy te azt mondod mondjuk egy híres videósra, hogy hű, ő aztán sztár, mert ő lett valaki, és ilyen híres lett, meg stb. Lehet, hogy én meg azt mondom, hogy ez nem egy sztár ember, érdekesek a munkái, de semmiképp nem nevezhető sztárnak. Az én számomra azt jelenti a sztár, hogyha valaki olyan kiemelkedőt alkot, amit más nem tudna létrehozni, illetve olyan dolgot alkot, amivel olyan embereket inspirál, amelyek majd szintén olyan dolgot alkotnak, amelyek nem lesznek elérhetőek átlag emberek számára, vagy nem tudják megalkotni olyan könnyen, sőt egyáltalán nem. Hogy erre mondjak egy konkrét példát, az már igazán nehéz anélkül, hogy belebonyolódnék ilyen kisebb vitákba, hogy te ezt hogy merészelted elmondani, meg mit képzelsz magadról, hogy őt nem tartoztálna, meg stb. Jönnének az idióta fafejű kommentek, mert én elmertem volna mondani a véleményemet, amit valószínűleg mások nem tolerálnak. Tényleg egyébként azért is hagytam abba a figyelő projektek gyártását, mert úgy éreztem, hogy nincs igazán hatása, és csak is magamnak csinálok vele rosszat, mivel az emberek úgyis a saját fejük után mennek, és hiába mondom, hogy egy adott tartalom rossz, vagy egy adott csatorna rossz tartalmat csinál, hogyha utána úgyis ugyanúgy megnézik, sőt, esetleg még többen ismer, aki eddig nem ismerte, az is rá fog nézni. És ezért döntöttem úgy, hogy a közönség szolgálatból kicsit visszaveszek, és inkább a saját magamat szolgálom metódust követem. Azért, mert ha magamat szolgálom, ott nem tudok nagyobbat hibázni, mint azzal, hogyha azt mondom, hogy a közönséget szolgálom és a közönségét élek. Nyilvánvalóan csinálok majd olyan videókat, amik a közönségnek szólnak, de ez nem jelenti azt, hogy csak is kizárólag a közönséget szolgálnám. Eljutottam arra a pontra, amikor fuck these people hozzáállásom lett, és tényleg elegem lett abból, hogy gyakorlatilag 10 ember értékeli a munkámat, a maradék 100 meg elküld a jó anyámba, és ezért jutottam el oda gyakorlatilag, hogy saját magamnak gyártok tartalmat, illetve pár barátnak, akinek megmutatom a videót. Úgyhogy én nem nevezném magam sztárnak, mert még nem tettem le olyan dolgot az asztalra, ami az én definíciómnak megfelelne. Nem tettem le olyan dolgot az asztalra, ami mást inspirálna, és nyilvánvalóan én erre a rendezvényre nem lennék meghívva, még az én definícióm szerint sem, nem hogy az övék szerint. Én azt gondolom, hogy ennek a rendezvénynek a szervezői a nézettség és a feliratkozók száma alapján döntötték el, hogy ki számít sztárnak. Ami önmagában véve egy elég nagy probléma és hibának érzem. Persze itt vannak olyan emberek, akiket azt mondanám, hogy sztárnak nevezhetünk, de sok olyan ember van, aki viszont nem, és ez probléma. Ha igazán tudni akarjátok, akkor a legjobb emberek, akik sztárnak definiálhatóak, undergroundok, és ezen a rendezvényen nem is fognak megjelenni. Ott van például Space Ninja, ő minőségi tartalmat gyárt, alias Visor-nak hívják. Foglalkozott konzolokkal, aztán voltak ilyen YouTube Pop videói, és aztán voltak ilyen reklámelemzős videói, rengeteg videót gyártott, és elég sok témában, és a véleménye mindig minőségi volt, ráadásul még jobban is beszél, mint én,
mert volt, hogy végig tudott beszélni egy 40 perces videót két hibával, ami azért elég komoly teljesítmény, legalábbis számomra. Nyilvánvalóan viszonylag sok ember meg tudja ezt csinálni, de olyan minőségben, mint Wizor, nagyon kevés ember tudok, aki ezt meg tudná tenni. Akárhogy nézzük, Wizor minőségi tartalmat csinált, őt nevezhetnénk sztárnak, de valószínűleg kikérné magának, hiszen ő mindig is underground akart maradni. Viszont az én definícióm szerint ő egy sztár videós, minőségi tartalmat csinál és inspirálja az embereket, pluszban olyan dolgokat csinál, amit lehet, hogy más ember nem tudna megtenni. Nyilvánvalóan vannak olyan videói, amit meg lehet könnyedén csinálni. Én ezt nem mondom, hogy nincsenek, mert rengeteg olyan embernek vannak olyan videói, amik ismételhetőek, tehát te is meg tudod akár csinálni. Ugyanakkor vannak olyan tartalmai, amik nagyon egyediek és utánozhatatlanok, és szerintem emiatt nevezhetünk sztárnak valakit. Viszont, ha neked más a véleményed, akkor fogalmazd meg a kommentekben, és akkor el is mondom röviden, hogy mennyibe kerül itt a jegy az OVS fesztiválra. Ugye itt látható, hogy 2500 forint, hogyha elővételben veszed, hogyha ott a helyszínen, akkor 3000 forint. Ez ugye baromi sok, tehát ennyit nem érdemes kifizetnetek. Viszont, hogyha az ATX kompjúternél vásároltok majd valamit, még ne tegyétek, akkor 1250 forintba fog kerülni a jegy, tehát fél árba, és mellé ugye vesztek valamit, mondjuk egy CD-t, az 250 forint, és akkor durván 1500 forintból megvan a jegy, és ezzel gyakorlatilag el tudtok látogatni a rendezvényre. Erről bővebb információt az ATX-nek a Facebook oldalán fogtok találni, és most esett le a telefonom, elnézést. És akkor mondjuk, ha megnézitek a Facebook oldalukat, akkor ott láthatjátok ezt az akciót, tehát láthatjátok, hogy nem a levegőbe beszélek. Most nem fogom megnézni, mert akkor látszódna az én profilom is, ami annyira nem jó móka. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!